ezt mondjuk háromféle női típus is fel tudja venni, mert akkorára húzza be az ember a derekát, amekkorára szeretné, és ugyanúgy működik. Igazából a színházban is be lehetne ezt a technikát vezetni, mert én ott nagyon sokat látom, hogy az ember megy ruhapróbára, a szabóműhe és a többi, és már hanyadjára, és már ki van, és ott van a rengeteg hulladék, és főleg ugye van olyan is, hogy mondjuk egy színész helyére be kell ugrani valakinek, és mennyire jó lenne valahogy átvinni a mi szakmánkba is ezt a technikát, mert ott aztán rengeteg hulladék képződik. Ott nagyon fontos lenne az a variálhatóság. Igen. Itt vannak Vetlénye Alma ruhái, aki szintén ez a fiatal tervező, aki abszolút zero waste tervezi a ruháit. Úgyhogy nem véletlenül jöttünk ide. Igen, én nagyon örülök, hogy ide jöttünk, és hogy tényleg nincsenek véletlenek. Én a Cselényi Eszternek a bemutatójára mentem volna egyébként, az új kollekciójának a bemutatójára, és rosszul volt beírva a naptáramba, és én egy nappal korábban mentem oda, egy Celeni ruhába, ebbe a ruhába voltam egyébként, és mondtam, hogy mondom, a Celeni kollekció bemutatójára jöttem, és mondták, hogy rendben, az holnap van, de hát, hogyha már itt vagy, akkor menjél föl. És akkor álltam, hogy hát jó, hogy amelyik kiöltöztem meg, magas sarkú, meg minden, hogy akkor fölmegyek, és akkor ott voltak így az Alma ruhái, és én korábban nem nagyon ismertem őt. Az nagyon vicces, hogy az apukája a férjemmel pont most együtt dolgozik, és készített neki egy könyvet az új lemezéhez, illetve az új lemeznek is ő csinálta a borító terveit, ugye képzőművész, és akkor így ott voltak az Alma ruhái, és én meg így úgy maradtam, hogy de hát ez gyönyörű, hogy valahogy úgy geometrikus minden, hogy borzasztó letisztult, iszonyú izgalmas, elképesztő nőies, és aztán, amikor később megtudtam, mert ugye rögtön utána is néztem, hogy még zero waste is, mondom, csodálatos. Most hallottad, hogy elmeséltem, hogy én hogy kerültem oda végül is a kollekció bemutatójára. És annyira örültem, és hívtam is az Andrist, és mondtam nekem, hogy képzeld, itt vagyok az Almának a bemutatóján, és itt van az apuká is, és képzeld, de iszonyú tehetséges a lánya is. És annak meg nagyon örülök, hogy kiderült, hogy zero waste. Viszont igen, az meg érdekel, hogy ez mit igen, akar, hát ez sem. Most, amit láttál véletlen, de mégsem olyan véletlen, az az új ősztéli kollekciómnak a darabjai voltak, és igazából már kezdetek óta zero waste technikával dolgozom, szóval minden egyes eddigi kollekcióm is ezzel az attitűddel készült, és ez úgy működik, így a tervezésnek úgy állok neki, hogy nem papíron kezdek el tervezni, hanem már Szabó babán, hogy három dimenzióba lássam, hogy az anyag hogy tud úgy alakulni a női testen, hogy aztán ne kelljen hiányokat képezni a textíliában. A zero waste technikának hívják, és igazából ezen belül is van egy csomó olyan megoldás, amit hát így nemzetközileg is használnak, és van például egy olyan technikája, hogy draping technika, amikor fel sem vágják az anyagot egyáltalán, hanem úgy csavarják, vagy maximum behasítják az alapanyagot a női testen, hogy aztán ne kelljen darabokra szabdalni. Én némelyik darabomat így készítem, de némelyiket pedig úgy, hogy olyan geometriai alakzatokból építkezem, hogy aztán azt összeillesztve a teljes méterárut fel tudjam használni. Például itt is négyzeteket és téglalapokat látsz, és igazából az, hogy a női testen ne zsák ruha szerűen jelenjen meg, azt egy csomó más megoldással ki lehet küszöbölni, például, hogy a forma alakításban segítséget nyújt egy-egy madzag vagy gomb, és úgy már is mondjuk derékra lehet behúzni, és nem lóg rajtad, hanem illeszkedik akár a derekadra, a csípődre, és ki lehet emelni a női testet ezekkel a technikákkal is, ugyanúgy, mint hogyha klasszikus szabászati megoldásokat használnánk. Amellett, hogy mindig
természetes és környezetbarát alapanyagokat használok, amellett mindig beemelek egy fontos, számomra fontos inspirációs forrást vagy üzenetet. A Bauhaus iskolához nyúltam vissza, és főként azért, mert ott is az volt így a cél, hogy a művészet támogassa a funkciót, és a funkció a művészetet, és hogy a kettő ne váljon szét. És ezért nyúltam vissza ehhez a gondolatmenethez, mert úgy gondolom, hogy mivel ruhákkal foglalkozom, ezért nem tekinthetek el attól, hogy ezek hordható ruhadarabok legyenek. Viszont nagyon fontos azt is látni benne, hogy ez nem csak egy használati tárgy és termék, hanem van egy művészeti iránya, vonala is mind a tervezés során és az eredményében is, tehát tekinthetünk minden egyes ilyen ruhadarabra művészeti alkotásként is, nem csak funkcióbeli szerepet töltenek be. És ebben a kollekcióban van titok, van ilyen üzenetem? Titok olyan szinten nincs, amit most így várnál, mert az korábbi kollekcióimban volt, amik ennyire direkt módon titkokat rejtettek ott. És a belső. És a saját életedből inspirálódsz ilyenkor, vagy pedig van valami hatás, akár művészeti, akár érzelmi hatás, vagy van, egy könyv, vagy hogy honnan? Van, hogy van társadalmi hatása is annak, amit csinálok, és nagyon sokszor személyes volt, amikor a gyerekkoromat dolgoztam föl a kollekcióm kapcsán, ez igazából a diplomamunkám is volt egyben, és azt aztán kiegészítettem egy teljes önálló kollekcióvá, és az volt az eddigi legszemélyesebb, és... Ez ilyen terápiaszerű is volt neked? Igen. Nem akarom nyomálkodni, hogy tudod, egy színész mire kíváncsi a személyes dolgokra. Igen, abszolút. És itt pedig ez is a Bauhaus visszahozása és behozása is egészen személyes, főként azért, emiatt a gondolatmenet miatt, ami szerintem nagyon aktuális, mert ott is voltak azért problémák abból a szemléletmódból, hogy egy teljesen más megközelítéssel akartak az építészethez, meg a funkcionalitáshoz hozzányúlni, szabadabban. És itt a kulcs ebben a szóban van. És igen, és most szerintem ez számomra is egyre aktuálisabb lesz, ahogy így bontogatom a szárnyaimat, mint tervező, hogy merjek azt csinálni, amit csak szeretnék, azt megalkotni, amit csak szeretnék, mindenféle külső behatás nélkül. Azért örülök, hogy ezt mondod, mert én a divatvilágától azért is óckodtam mindig, és tényleg lehet, hogy ez előítélet, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy felszínkapargatás, felszínes, csak a külsőségekről szól, elsősorban a külsőségekről szól, és hogy annyira jó, hogy, és a kollekció is, vagy nem tudom, én amit éreztem, hogy valahogy mélysége van, és hogy érzéki, érzékeny, nem sok, nem azt érzem, hogy vizuálisan akarnak ingerelni és provokálni, van egy vizuális provokáció. És hogy itt nem éreztem hanem azt éreztem, hogy show, a nőiségnek... Show műsor, igen. És hogy itt azért érzem, hogy itt emberközeli, emberi, és hogy a női létről, a női finomságról, a női léleknek a finomsága az egyszerűen megjelenik ezekben a ruhákban. Én abszolút érzem ezt a divathoz viszonyuló dilemmát, mert tervezőként is ugyanezek a dilemmák megfogalmazódnak ezzel a világgal kapcsolatosan bennem. És nagyon nehéz ebben a közegben egyébként úgy működni, hogy ezek az üzenetek tényleg fontosak legyenek a hallgatóság számára is, mert ahogy jól látod, sokszor nagy részt tényleg ott van ez a felszínesség ebben a közegben. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a tervezők nem ez az, amiért ők elkezdtek divattervezéssel, divattal foglalkozni, és az a legszerencsésebb, hogyha például valaki oda téved a bemutatóra, és az, amiért én elkezdtem ezzel foglalkozni, az átmegy, tehát hogy át
jut így a másikba, és meglátja azt a mélységi értékét az öltözékeknek, amiért egyáltalán ezzel a szakmával elkezdtem foglalkozni. Én nagyon örültem, és nagyon meglepődtem egyébként. Mert az én lelki világommal abszolút harmonizálnak ezek a ruhánk, most csak ruhánk, a színek, leveszegetem a neked, de, hogy közelebbről is lásd, mert ott végül is nem tudtál közel menni hozzájuk. Ez egy pamut selyem szoknya. Általában pamuttal, selyemmel, biopamuttal. És akkor igazából attól, hogy ez a zsinóros megoldás van, vagy madzagos megoldás, hogy ettől igazából one size. Egyébként igen, ezt jól látod, hogy nagyon sok darabon pont emiatt one size, és az is segít abban, hogy méretváltásnál se kelljen hulladékot képezni, mert igazából ezt mondjuk háromféle női típus is fel tudja venni, mert akkorára húzza be az ember a derekát, amekkorára szeretné, és ugyanúgy működik. Igazából a színházba is be lehetne ezt a technikát vezetni, mert én ott nagyon sokat látom, hogy az ember megy ruhapróbára, a szabó műhely és a többi, és már hanyadjára, és már ki van, és ott van a rengeteg hulladék, és főleg ugye van olyan is, hogy mondjuk egy színész helyére be kell ugrani valakinek, és mennyire jó lenne valahogy átvinni a mi szakmánkba is ezt a technikát, mert ott aztán rengeteg hulladék képződik. Ott nagyon fontos lenne az a variálhatóság. Igen. Színeket, azokat hogy választottad? Szintén a... Egyébként ezeknél itt a színeket szintén a Bauhaus inspirálta. Ott Mohali Nagy Lászlónak a festményeit is vettem alapul. Nagyon sok ilyen vegyes technikát, meg emellett olyan színkombinációkat, meg színharmóniákat használt így ezeken a geometrikus festményein, amiket beemeltem, például ez a mustársárga, ez a terrakotta, akkor sokszor van olyan felület a festményein, hogy egy-egy geometrikus felület kicsit struktúrált, és akkor így hoztam benne, behoztam ezeket a kockás elemeket. Egyébként korábban nem használtam mintás alapanyagokat. A jövőben saját magam fogom tervezni a mintákat is, mert én azzal is foglalkozom egyébként, csak idő még a kettőt összevonom, de addig is egy ilyen átmeneti fokozatos átállás, ez a kockás alapanyag. És hogy viszonyul ehhez? Ez ugyanúgy tekintető ugye képzőművészetnek bizonyos szempontból. Igen. Hát nagyon támogat, meg hát ő az egyik fő inspirációs forrásom, meg... De az ő munkái, vagy csak, vagy mint magánember? Akár a munkái, igazából már az egyetem alatt inspirálódtam így a festményeiből a textil mintáim kapcsán, amiket egyébként most fogok tovább dolgozni a titok, de elmondom a jövő tavasz-nyári kollekciómban, és egy nagy álmom, amit remélem, hogy mi hamarabb meg tudunk valósítani, az egy kollaboratív kollekció is, és ezt már ez így látom magam előtt. Na hát én nagyon örülök, hogy találkoztam veled, és tényleg gyönyörű dolgokat. Örülök, hogyha felpróbálsz pár darabot. Úgyhogy... Tényleg? Jó, akkor viszont rád bízom, hogy melyiket próbáljam föl, amit így el tudnál rajtam képzelni, az alapján, hogy most beszélgettünk egy kicsit. Jó, nem vagyok nagyon kövér, szülés után én viszonylag sikerült összeszedni magam. Szórak. De mivel van szájzak a ruhák, ezért szinte mindegy. Hát én ezt az overallt mindenképp felpróbálnám a helyedben. Oké. Egynek. Ez nem tudom, hogy nagyon hosszú-e, viszont színben a hajadhoz az. Figyeltem. Na jó, akkor eltűnök ezzel a két alma vetlényi költeménnyel. Elrakom. Jó, most ezt így cukkintes. Ilyen szamurájos. Jó!